jobban lehet tapsolni a végére, egy nagyon nagy tapsot. Badár Roland Verpelétről, nagyon nagy jövő áll még előtted, ahogy láttuk, köszönjük szépen, és Barkóczi Géza alelnök úr szeretne még néhány szót mondani. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és elfogadtátok a meghívásunkat. Eljött az idő a csomagosztásra. Azt kérném tőletek, hogy akik sorba jöttek, és úgy jöjjetek ki, Tibor barátomot megkérem arra, hogy akik jönnek a csomagot átvenni, azt itt ezen a helyen kijönnek a gyerekekkel, a bent a másik helyen ott meg megkapják a csomagot, és a másik oldalon ki tudnak menni. Én ezt kérném tőletek, ne tolongjatok szépen lassan, és mindenki meg fogja kapni a csomagot. Én mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok, jó egészséget, és sok-sok ajándékot mindenkinek. Köszönöm szépen! És én azt hiszem, hogy taps nélkül ne fejezzük be, mert kezdjük a köszönetet, hogyha már Géza megköszönte a Heves megyei közgyűlés elnökének egy nagyon nagy tapsot, a Heves megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjének, elnökének, bizottsági tagok, illetve akik itt vannak, a Mikulásnak, Lacinak, aki mindig hangot ad nekünk, és minden fellépőnek köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és főleg nektek, akik eljöttetek. És érkezett még nagyon sok finomság itt, hiába, hogy érkeztek későn. Én azt mondom, hogy mindenki egy kicsit maradjon csendbe, és fogom szólítani szépen sorba a csapatokat, úgy, mint igazából egy jó foci meccsen, a településeket, és megkérem, hogy itt mellettem az ajtón menjetek be, és lássatok csodát. Balaton település, balatoniak.